Jonathan Traeger, az ESPN neves tévés producere. Tegnap belehalt lelkitársa és mennyasszonya elvesztésébe. 35 éves volt. A halkszavú és megszállott Traeger sosem volt az a javíthatatlan romantikus típus. De élete utolsó napjaiban lelkének ismeretlen oldalát tárta fel. Ez a rejtett kvázi jungiánus személyiség akkor tört elő, miközben krimibe illően kutatta lelkitársát, egy nőt, akivel csupán néhány drága órát töltött. Sajnos a hosszúra nyúlt hajsza szombat késő éjjel totális és visszavonhatatlan kudarccal végződött. De a bátor Traeger még vereségében is ragaszkodott ahhoz, hogy az élet nem csupán értelmetlen véletlenek és egybeesések sora. Nem. Sokkal inkább események szövevénye, mely végül egy tökéletes és fenkölt tervben végződik. Mikor barátja elvesztését firtatták, Dean Kensky, a New York Times Pulitzer díjas főszerkesztője közölte, hogy élete utolsó napjaiban Jonathan megváltozott. Tisztábban látott mindent, mondta Kensky. Jonathan szerint az univerzummal csak úgy lehetünk harmóniában, ha erősen hiszünk abban, amit eleink úgy hívtak, fátum. És amire mostanában úgy szoktunk utalni, hogy végzett.